péntek az az egyetemi napom, és fél órája még ZH-kat írattam ilyen évvégi dolgozatokat, úgyhogy nem tudtam korábban ideérni. Tehát a fölkérés az arról szólt, hogy mutassam be az átlátszót. Hát két és fél éve kezdtük, 2011-ben kezdtük ezt a projektet, és azt gondolom, hogy ma már el lehet mondani, hogy elég sikeres. Eleve úgy képzeltük el, hogy ez több lábon álljon, tehát az oknyomozó újságírás ez csak az egyik lába ennek a dolognak. Ezen kívül van egy nagyon erős Freedom of Information Advocacy lába, tehát hogy az információszabadságért dolgozunk, mert azt gondoljuk, hogy Magyarországon jók az információszabadságról szóló törvények, viszont a gyakorlat az nem ér el oda, és nagyon gyakran újságírók nem kapják meg az adatokat, amiket kérnek a kormányzattól vagy állami szervezetektől, és nem veszik a fáradtságot, hogy bírósághoz forduljanak. Mi ezt megtesszük. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk a antikorrupciós tevékenységet, mert Magyarországon ez most egy égető problémának tűnik. Tehát az egész projektnek az alapja egy website, egy online újság, amely oknyomozó újságírással foglalkozik, több-kevesebb sikerrel. Voltak már nagy sikereink, ahol az egész magyar média átvett különféle ügyeket, amik először nálunk jelentek meg. Így néz ki a nyitó oldalunk. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a források el tudjanak hozzánk, az információ források úgy tudjanak hozzánk fordulni, hogy nekik abból ne legyen bajuk. Általában aki ilyen kétes ügyekről bármit tud, azoknak a 90%-a, 99%-a nem kíván involválódni ennek a nyilvánosságra hozatalába. Tehát az szokott lenni a kérés, hogy én elmondom, amit tudok, de engem ne említsenek, rólam ne essen szó. Ezt ugye akkor tudjuk neki garantálni, hogyha ő akár úgy is be tudja küldeni nekünk az információkat, hogy még mi sem tudjuk azt, hogy ő kicsoda, ezért létrehoztunk egy ilyen közérdekű bejelentő platformot. Itt nem kis részben ugye a Wikileaks-nek a nagy sikere inspirált minket ebben. Ez egy GlobalLeaks platform, Tor Network-ön működik, tehát gyakorlatilag titkosítja és anonimizálja a beküldőt, még úgy sem lehet visszanyomozni az ő kilétét, hogyha valaki hozzáfér a távközlési szolgáltató vagy az internet szolgáltatóknak a szervereihez. Ugye a legbiztosabb forrásvédelem az azt, hogy mi sem tudjuk, hogy ki a forrás, különös tekintettel arra, hogy rögtön, amikor az átlátszó indult, rögtön volt egy olyan ügyünk, hogy a rendőrség azt akarta megtudni, hogy egy bizonyos történetben mi kitől kaptuk az információt, és a médiatörvény akkor még erre lehetőséget is adott a rendőrségnek, de mi ezután az incidens után panaszt tettünk az Alkotmánybíróságnál, és ez eredményes volt, és az Alkotmánybíróság gyakorlatilag kitörölte ezt a szakaszt a médiatörvényből, és kötelezte a parlamentet arra, hogy egy új szabályozást alkosson. Tehát ma már, hogyha a rendőrség vagy bármilyen hatóság kíváncsi az újságírónak a bizalmas információ forrására, akkor bírósági tárgyalást kell tartani, és csak a bíróság kötelezheti arra az újságírót, hogy fölfedje az informátor kilétét. És ugye, ahogyha az informátor is óvatos volt, nem csak az újságíró, és mondjuk egy ilyen platformot használt, akkor a bíróság is hiába ítélkezik így. Az újságíró azt tudja mondani, hogy a kiszivárogtató networkön kaptuk, és igazából fogalmunk nincs arról, hogy kitől jött az információ. Tehát arra is törekszünk, hogy bátorítsuk, ugye azt gondoljuk, hogy nagyon magas az a küszöbe annak most, hogy valaki
a sajtóhoz forduljon közérdekű bejelentőként. Nagyon kevesen vállalják azt, amit például ugye a képen látható úriember Horváth András bevállalt, hogy ő névvel arccal kiáll a sajtó elé, és elmondja, hogy ő milyen visszaéléseket tapasztalt. A legtöbben ezt nem vállalják, hanem azt szeretnék, hogy kvázi az újságíró egyfajta proxiként őket képviselje a nyilvánosság felé. Azt gondoljuk, hogy a mi kiszivárogtató platformunkkal és a mi gyakorlatunkban sikerül ezt a küszöböt csökkenteni, tehát többen érezhetik úgy, hogy anélkül fordulhatnak a nyilvánossághoz, hogy nekik ebből bajuk legyen. Ez a közérdekű adatigénylés generátor oldalunk. Itt arra gondoltunk, hogy ugye eleve Magyarországon általában csak újságírók foglalkoznak közérdekű adatigénylésekkel, mint már említettem, nagyon kevesen fordulnak bírósághoz. A cél ezzel a szolgáltatással az, hogy minél több embert és egyszerű polgárokat is, tehát nem csak újságírókat, hanem mondjuk a közügyek iránt érdeklődő polgárokat, vagy a helyi önkormányzati ügyek iránt érdeklődő polgároknak lehetővé tegyük azt, hogy ők kérdezzenek a állami szervezetektől, önkormányzati szervezetektől olyan módon, hogy ezeknek jogilag kötelező legyen válaszolni. Ezért hoztuk létre ezt a közérdekű adatigénylés generátor oldalt, ahol gyakorlatilag jogi ismeretek nélkül lehet egy jogilag helyes közadatigénylést megfogalmazni, és az interneten keresztül elküldeni. Most per pillanat 4500 állami és önkormányzati szervezet van az adatbázisban, de ezt még bővíteni fogjuk, és az is látszik, hogy már majdnem 2000 adatigénylés gyűlt fel a rendszerben. Nagyon fontos, hogy ezek nyilvánosak lesznek, ezek az adatigénylések, tehát onnantól kezdve, hogy valaki elküldte, mások is tudják böngészni azt, hogy ki mire volt kíváncsi, és milyen válaszokat kapott. Na most abban az esetben, hogyha visszautasítják az adatigényléseinket, ami viszonylag gyakran előfordul, tehát mint említettem, Magyarországon jók a törvények, de rossz a gyakorlat, tehát nagyon sokszor az újságírók lepattannak a hivatalokról, ilyenkor bírósághoz lehet fordulni. Az átlátszó csapatában vannak ügyvédek is, akik képviselnek minket ilyen ügyekben a bíróság előtt, mert több mint 60 ilyen adatigényléses pert indítottunk. Az ábrán látszik, hogy a jó bő kétharmadát ezeknek meg is nyerjük, és van egy ügyregiszter a weboldalunkon, ahol követni lehet azt, hogy milyen ügyekben miért pereltünk, és milyen eredménnyel pereltünk, és még a bírósági iratokat is el lehet érni a website-on keresztül. Ez egy kerülpénzfigyelő portál, ez a legújabb fejlesztésünk, hogyha lehet így fogalmazni. Ez arról szól, hogy bárki bejöhet, és leírhatja anonim módon, hogyha ő egy korrupciós helyzetbe került, megvesztegetésre kényszerült, vagy ő vesztegetett, vagy őt vesztegették, vagy akart vesztegetni, de nem sikerült, tehát mindegyikre van verzió, és ezt úgy adhatja meg, hogy megadja a helyet, hogy hol történt, megadja a szektort, tehát pontos nevet vagy intézményt azt nem kérünk, mert ugye nem tudjuk ellenőrizni ezeknek a bejelentéseknek a valóságtartalmát, viszont meg tudja adni azt, hogy hol történt, hogy milyen szektorban, hogy mit tudom én, közigazgatásban, vagy egészségügyben, vagy oktatásban, meg tudja adni, hogy milyen jellegű ügyben, és azt, hogy mennyit fizetett. És nagyon érdekes, hogy ezt kb. Egy hónapja, két hónapja indítottuk el, és már több mint 200 bejelentés jött rá, és rengeteg, de nagyon szépen kirajzolódik az, hogy például a rendőrség mennyire fertőzött a korrupcióval, milyen sokan beszélnek arról, hogy a rendőrnek kellett kenőpénzt fizetni, vagy milyen sokan beszélnek arról, hogy kórházban,
orvosoknál kellett kenőpénzt fizetniük. És hát a hosszú távon az a reményünk ezzel, hogy mivel a helyek is meg vannak adva, hogy meg fogjuk tudni mondani, hogyha ez üzemel, mint egy pár még néhány hónapig vagy évig, akkor már statisztikai következtetéseket is le lehet vonni arra vonatkozóan, hogy melyek a kenőpénzzel legfertőzöttebb területek, földrajzilag, illetve szektorok. Hát ezen felül van egy videó csatornánk, ami a Vimeo-n van, de gyakorlatilag van egy videósunk, aki videókat készít, és ide tesszük fel a videókat, és ezen keresztül hát vizuálisan is tudjuk illusztrálni a történeteinket. Tehát például mi készítettünk egyedül videót ennek a bizonyos adóhivatali közérdekű bejelentőnek az első sajtótájékoztatójáról, azon volt is rögtön 50 ezer néző, tehát a videó az alkalmas arra, hogy sok emberhez eljussunk a mondani valónkkal. Van egy rádió csatornánk, ez is nagyon friss fejlemény, ez Attila magánrádiója gyakorlatilag, tehát ugye ez egy e-mailben indult, vagy illetve a website-on indult egy heti Mutyimondó néven egy lapszemle, aztán abból lett napi Mutyimondó, és a napi Mutyimondónak lett rádiós változata. Ettől azt reméljük, hogy ki tudunk törni egy kicsit ebből az online közegből, tehát gyakorlatilag most leginkább a Facebookon, illetve neten keresztül érjük el az embereket, és a rádiótól azt reméljük, hogyha néhány rádió átveszi, ilyen szindikált tartalomként ezeket a pár perces hír összefoglalókat, akkor olyan közönséghez is eljuthatunk vele, aki nem lóg egész nap a Facebookon vagy az interneten. A közönségünket azt leginkább a Facebookon keresztül érjük el, tehát van egy erős Facebook oldalunk, ahol minden nap többször posztolunk, és hát az látszik, hogy nagyon nagy arányban már az emberek ilyen közösségi hálózatokon tájékozódnak, tehát hogyha sikerül bekerülni a hírfolyamokba, akkor az komoly látogatottságot hozhat a website-okra is. Van egy blogunk, ez is azt szolgálja, hogy jobban elérjük a közönséget, ez az Indexnek a blog.hu nevű blogszolgáltatójában, ilyen módon rendszeresen kikerül az Index, az az egyik legnagyobb magyar hírportál, rendszeresen kikerül a blog a címoldalra, és most nyáron volt egy nagy blogverseny, ahol a közönség szavazás kategóriában gyakorlatilag sikerült a legtöbb szavazatot gyűjtenünk. Az egész projekt nem kerül sokba, tehát ez egy nagyon kis költségvetésű történet. Leginkább intézményi donorok, mint például a Nyílt Társadalom Intézet, vagy a Norvég Civil Alap, ilyen forrásokból pályázunk a működésünknek a költségeire, illetve intenzíven kampányolunk az olvasóinknál, hogy járuljanak ők is hozzá az átlátszó fenntartásához, hiszen ez a dolog addig tud független maradni, és különféle befolyásoktól mentesen működni, amíg az olvasók nem csak lájkokat vagy megosztásokat támogatják a munkánkat, hanem rendszeres adományokkal is. Ez is elég sikeres, tehát most már több száz ember utal havi rendszeres összeget a számlánkra, egy ilyen kvázi előfizetési díjként. Hát maga a stáb az újságírókon túl jogászokból és IT szakértőkből áll, ez még nyáron készült ez a kép a parlament előtt. Maga a szűk stáb az csak néhány fő, aki főállásban van, én és még két-három újságíró vagyunk kvázi főállásban ebben a projektben, a többiek szabadúszók,
akik más munkáik mellett dolgoznak az átlátszóban is. A nézettségünk az így alakul, tehát folyamatosan növekszik, azt lehet mondani, hogy szinte minden évben megduplázzuk, a tavalyi évhez képest is idén megdupláztuk, és a eddig legsikeresebb hónapunk az a most novemberi hónap volt, amikor hát nem kis részben ennek az áfa botránynak köszönhetően sikerült 300 ezer látogatót elérni. És most ennyi volt, köszönöm szépen!